átmennék a murán. Jövő évnek tavaszán visszajönnék a nyarán, darú szörnyű paripán. Mi a projektnek a célja? Tulajdonképpen ez egy örökségvédelem, méghozzá egy kulturális örökségvédelem. A Horváth Károly, idősebb Horváth Károly gyűjtését, meglévő gyűjtését szeretnénk a 24. órában megőrizni, hiszen ez a gyűjtemény, amelynek egy része magnószalagokon, kazettás szalagokon, különböző papírfecniken van. Ezeket szeretnénk digitalizálni, és a digitalizálás végén katalogizálni, és tulajdonképpen mindenkinek a rendelkezésére bocsátani a projekt végén. Ez egy olyan program, ami tényleg a Muravidék népdalkincsének az összegyűjtését és a jövő generációján számára a megőrzését tartalmazza. Ez eddig hiányzott. Ez az örökség ifjabb Horváth Károly tulajdonában van, és az elmúlt években, évtizedekben nem volt arra anyagi forrása, hogy ezt a nagy munkát, ami egy komoly feladat, meg tudja valósítani. Ezt a projektet tulajdonképpen évek óta terveztük, és nagyon örülünk, sok mindenki segített benne, mindenkinek köszönetet mondunk ezért, ahogy végül is zöld utat kapott, és meg tudjuk valósítani. Örökséget védünk. Hány településről fognak gyűjteni népdalokat, illetve népzenét? Ezt kétfele kell osztani, az egyik a már meglévő, tehát van egy meglévő anyag, ami régi kazettákon, hanghordozókon, papírokon, kottákon szerepel, és ezen kívül még a térségben 10 magyar és 10 muravidéki településen fognak még új dalokat gyűjteni. Egyrészt a Ljubljanai Zenetudományi Intézetnek is vannak erre kapcsolatai, másrészt ifjabb Horváth Károly is még pontosan is ismeri azokat, akikhez még el lehet menni, és meg lehet őket kérni arra, hogy énekeljenek. Milyen programokat terveznek szervezni a projekt keretén belül? Nem csak a meglévő állománynak a megőrzése a cél, hanem a disszeminálása is a cél. Tehát tulajdonképpen a meglévő állomány digitalizálása után minél szélesebb körben szeretnénk ezeket a még kevésbé ismert dalokat megtanítani. Ennek érdekében lesznek olyan programok, találkozók, amikor szakembereket, óvónőket, pedagógusokat, zenetanárokat fogunk meghívni, és nekik mutatjuk be ezeket a dalokat, illetve tanítjuk meg nekik. Lesznek gyermektáborok, ahol a gyerekeket kifejezetten célirányosan erre tanítjuk, és tulajdonképpen ehhez az összegyűjtött anyaghoz különböző helyeken lehet majd hozzáférni, hiszen a digitalizációnak az a fantasztikus előnye, hogy elvileg akár az interneten keresztül is hozzá lehet férni, meg lehet hallgatni. Ebben a műfajban, én úgy tudom, a népzenében járatosoktól mindig nagyon fontos, hogy valami újdonságot hozzanak. Tehát amikor találunk egy régi kincset, az azért lesz nagyon érdekes, mert azoknak a felnőtteknek, gyerekeknek, akik mondjuk versenyre mennek, legyen ez egy népdaléneklési verseny, vagy bármilyen népzenei fesztivál, ha valami új dolgot tudnak megmutatni, az nem azt mondom, hogy biztos siker, de nagyon sokat számít.